Hosszú évek kihagyása után ismét meghirdették Gyertyúszent Miklóson a Legyen tiszta és virágos elnevezésű versenyt. A képviselőház után a szenátus is elutasította azt a törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő Székelyföldnek. Ötödik alkalommal szerveznek eszten a fesztivált a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban jövő hétvégén. Köszöntöm nézőinket június 7-én. Jó estét kívánok! Hosszú évek kihagyása után ismét meghirdette a Gyergyószentmiklósi önkormányzat a Legyen tiszta és virágos elnevezésű városszépítő versenyt, melyet először 2011-ben rendeztek meg. A jelentkezéseket június végéig fogadják, az elbíráló bizottság pedig augusztus 31-ig hozza meg döntését. A díjakat a Szent Miklós napok keretében a dísztanácsülésen adják majd át. Idén ismét meghirdette a Legyen tiszta és virágos elnevezésű környezetszépítő pályázatát a Gyergyószentmiklósi önkormányzat. A verseny célja, hogy a lakók közreműködésével lakóházak előkertjei, a tömbházak közötti kis zöldövezetek, lépcsőházak, vendéglátóipari egységek környezete rendezett legyen. Június 30-ával zárul a jelentkezés, tehát egész június folyamán lehet jelentkezni a versenyre. A feltételek az előző évekhez képest nem változtak, a kategóriák ugyanazok maradtak. Követni kell a város honlapját, illetve Facebook oldalon jelennek meg majd a részletek. Akinek erre nincs lehetősége, az az ügyfélfogadó irodában kap erre vonatkozó pontos utasítást, illetve a jelentkezési lapok is majd onnan lesznek átvehetőek. Dr. Simon Katalin önkormányzati képviselő kezdeményezésére újították meg a szabályzatot, írták ki a pályázatot, és ezúttal is több kategóriában lehet jelentkezni. Családi ház, a tömbházaknál a teraszok, a lépcsőházak, a tömbházak előtti terület rendezése, nevezhetnek cégek is, és van egy külön kategória, illetve ez eddig is létezett vendéglátó egységek is külön nevezhetnek, tehát a cégeken belül külön kategória ez. Keresik a legvirágosabb lépcsőházat, teraszt, ablakot, portát, leggondozottabb előkertet, legvirágosabb intézményt, utcát, vendéglátóipari egységet, legszorgosabb közösséget. Külön kategória, ami ezen még gondolkoztunk, a szabályzatban nincs benne, tehát a benevezéshez mindenképpen a tulajdonos beleegyezése szükséges, mert nyilván ő az, aki vállalja, hogy rendezi is az illető területet. A Facebookon lehet esetleg fotókat feltölteni, és van egy közönségszavazás is. Az elbíráló bizottság tagjai Lenemil alpolgármester, Ferenc Lehel kertészmérnök, Pálfi Csaba az önkormányzat részéről, valamint dr. Simon Katalin, Lukács Orsolya, Sejem Antónia és Mayer Robert tanácsosok. Van egy bizottság és van egy pontozási rendszer, amit szintén közölni fogunk, és annak alapján dől el. A bizottság havonta, tehát augusztus 31-ével zárul, azt jelenti, hogy július és augusztus folyamán egy-egy alkalommal ki jár a helyszínre, újra pontozza, és az összegyűjtött pontok alapján dől el, hogy ki az, aki az első három díjazott. A pályázat célja, buzdítsák a lakosságot, hogy minél többen figyeljünk arra, hogy gondozott legyen a környezetünk, a portánk kinézete, a lépcsőházak bejárata, feldíszíthetjük egy kis virággal teraszunkat is, hiszen teljesen másképp fogadja a vendéget. Más hangulattal megyünk mi magunk is haza, ha virágos, gondozott, szép látkép vár bennünket. Ahhoz, hogy Gyergyószent Miklós igazán tiszta és virágos képet mutasson, még sok a tennivaló. Ebből a feladatból pedig minden lakó ki kellene vegye a részét. Most itt a lehetőség, lehet pályázni. A kategóriák legjobbjait a Szent Miklós napok keretében díjazzák. Az RMDS Mikó Imre jogvédelmi szolgálatának 2017-es jelentése szerint az élet szinte minden területén felerősödött a magyar ellenesség Romániában.
A magyar ellenes diskurzus a közösségi médiában, a hagyományos médiában, a sportban, illetve a politikában is erősödött. Nem szokatlan Romániában, hogy a politikusok a magyar közösség ellen uszítással próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Támadás alatt áll a magyar intézményrendszer, elsősorban a magyar iskolahálózat, sérülnek a tanulók nyelvi jogai, az egészségügyben a magyar nyelvhasználata esetleges és személyekhez kötött, nincs magyar nyelvű, írott egészségügyi tájékoztatás, nincs megnyugtatóan rendezve a magyar feliratok ügye, és nem biztosított a magyar nyelvhasználata az igazságszolgáltatásban, részletezte Benkő Erika, parlamenti képviselő a jelentés bemutatásakor. Hozzátette, csak a büntető perekben biztosítják a tolmácsot a magyar feleknek, a polgári perekben az érintetteknek kell a tolmácsolás költségeit fedezniük. A jogvédőszervezet megállapította, a magyar szimbólumok ügye továbbra is megoldatlan, nem szabad használni a székely zászlót, egyes megyék lobogóit és Erdély zászlójának a használatát is kifogásolták a hatóságok. Románia nem csak, hogy nem modellértékű ország kisebbségi jogaink tekintetében, de visszalépések tapasztalhatóak a közösségi jogok terén, hangsúlyozta a képviselő. A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat a diszkrimináció ellenes tanácshoz, az audiovizuális tanácshoz, a Román Labdarúgó Szövetséghez, az ügyészséghez és a bíróságokhoz is fordult egyes ügyekkel. Emellett nagy figyelmet fordítanak a nemzetközi közvélemény tájékoztatására. A jogvédő szolgálat 2017-es jelentését is elküldik a jelentős nemzetközi súllyal rendelkező bukaresti nagykövetségeknek. A képviselőház után a szenátus is elutasította azt a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és Kulcsár Terza József háromszéki képviselő által beterjesztett törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő Székelyföldnek. A törvénytervezetet, amely regionális döntéshozatalt és önkormányzást vezetne be, valamint hivatalossá tenni a magyar nyelvet is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön, a plenáris vitán a román pártok szónokai alkotmányellenesnek minősítették. A szenátus 96 szavazattal 9 ellenében erősítette meg a Székelyföld autonómiáját elutasító szakbizottsági jelentést. A székelyföldi autonómia tervezetet kizárólag az RMDS frakciója támogatta. Folytatni kell, mert előbb-utóbb eljön az a nap, amikor lesz elég bátor román szenátor és román képviselő a Románia parlamentjében, akik valós vitát fognak erről folytatni, és előbb-utóbb eljön az a nap, amikor az Európai Unió tagállamaiban működő autonómia példák meg tudják győzni a többséget. A székelyföldi területi autonómia törvénytervezetét a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte. A szenátusi döntést követően a szervezetnél tartottak tájékoztatót. Az történt, amire számítottunk, tehát ez két részből áll, hogy el fogják utasítani. Másrészt, ami pozitívum, hogy az elutasításhoz érveket szolgáltattak. Érveket úgy tekintjük, mint egy kiindulási pontot a további küzdelemhez. Elemezni fogjuk, válaszolni fogunk rájuk. Az SNT további autonómia tervezettel kapcsolatos terveiről a szervezet elnöke tájékoztatott. Teljesen egyértelmű, hogy ez a 10 éves korszak, amely lezárult, hiszen 2008-ban döntöttünk arról, hogy harmadszor is Románia parlamentje elé terjesztjük a törvénytervezetet. Kezdődik egy új korszak, ez a 4. beterjesztésről szól. 4. is be fogjuk terjeszteni a törvénytervezetet. Izsák Balázs elmondta, továbbra is dolgoznak azon, hogy a székelyföldi románokat meggyőzzék az SNT által kidolgozott területi autonómia tervezet előnyeiről. A Magyar Polgári Párt közleményben reagált az autonómia tervezet szenátusi elutasítására. A székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezet szenátusi elutasítása nem jelenti az autonómia küzdelem végét, mutatott rá közleményében az MPP. Nőtt a turisták száma Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet adatai alapján 5,7%-kal több turista jelentkezett be a hazai szálláshelyekre az év első 4 hónapjában, a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva. A legtöbben Bukarestbe, Brassóba, Kolozsvárra és Prahova völgyére voltak kíváncsiak. A turisták több mint 77%-a romániai volt. A külföldiek nagy része európai országból érkezett, főleg izraeli, német és francia kirándulók.
A vendégi éjszakák száma közel 5%-kal növekedett, a hazaiak és a külföldiek is átlagban 1,9 vendégi éjszakát töltöttek a szálláshelyen. Az adatokból az is kiderül, hogy több romániai utazott külföldre az elmúlt 4 hónapban, mint tavaly. Ötödszörre szerveznek Eszten a fesztivált a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. Rendhagyó módon a fesztivált a múzeumok fehér éjszakája eseményétől függetlenül egy héttel korábban tartják, június 16-án. A múzeumok éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 23-án tartják. A résztvevők igen tartalmas, egésznapos, sőt az estébe nyúló és medvetémát boncolgató programra számíthatnak az Eszten a fesztiválon. A hagyományos pásztor gazdálkodás a 24. órájában jár, ezért megpróbálják megtartani, megőrizni, promoválni a múzeum keretében, a múzeum közvetítésével ezt a fajta gyergyói értéket, és ezért tartják fontosnak, hogy külön napja legyen az esztenai életnek egy fesztivál keretében, mondta Csergő Tibor múzeum igazgató. A kihaló félben lévő mesterség a pásztorkodás és a hagyományos legelői állattartás egy szeletének ismertetését jelenti majd az 5. Eszten a fesztivál. A rendezvényt ezúttal is a múzeumok fehér éjszakájától függetlenül szervezik meg, június 16-án szombaton, ahol reggeltől estig tartó programokkal várják az érdeklődőket. Lesz evés-ivás bőségesen. Faluról is jönnek majd pásztorok, akik hozzák, illetve helyben készítik el a friss sajtot, a zsendicét, az üvegspörköltet, a túrós és ordás poliszkát, illetve a többi terméket, ételt, melyet minden látogató megkóstolhat majd. A gasztronómiai felhozatal mellett lesz még Eszten a bemutató, pásztorvetélkedő, bábszínház, gyermekprogramok, táncház és koncert is. Délelőtt kezdődik a rezes, illetve a fúvós zenekarnak az előadása, majd lesz néptánc, a hóvirág is fellép, lesz gyermekeknek szóló műsor és koncert a Folker együttessel, ugyanakkor megtartjuk a látványos pásztorvetélkedőt is, mint ahogy minden évben is megtartottuk, ugyanakkor pedig lesznek kézműves foglalkozások, tehát játszóházas tevékenységek, azon kívül hasonlóan az akadálypálya majd működni fog, és este, délután pedig miután véget ér a medve modul, akkor lesz egy helyi új zenekarnak a bemutatkozása, ez a Rafters, aki a héten, illetve az utóbbi 2 hétben már koncertezett itt Gyergyószent Miklóson, de most lesz az első szabadtéri koncertjük, úgyhogy fiatalok, ők is kezdők, reméljük, hogy hasonló karriert fognak, sikeres karriert befutni, mint a többi híres Gyergyő együttes, de ugyanakkor pedig az estnek a fénypontja és a záró akkordja lesz a Cimbali Band együttes, amelynek az énekes nője Danics Dóra, és azt gondolom mindenki emlékszik rá, mindenki ismeri őt, ő 2013-ban nyerte meg az X-Faktor fődíját, úgyhogy ők lesznek a vendégei az Eszten a fesztivál estéjén. Az Eszten a fesztiválnak idén lesz egy különleges programpontja. A délután 4 órától kezdődő modulon pró és kontra véleményeket ütköztetnek a medve témájában. Szeretnék egyrészt bemutatni a most díjat nyert Zsigmond Attilának a dokumentumfilmjét, a Lekvár címmel, akkor ugyanígy Zsigmond Attilát is majd megkérdezzük, illetve az egyik főszereplőjét is, a Lekvárnak a tartóját, vagy a társát, Dezső Lászlót, illetve jelen lesz még a beszélgetések során Farkas Attila is, aki majd a medve etológiájáról fog egy rövid előadást tartani, és ugyanígy majd meglátjuk, hiszen már egyeztettünk, reméljük, hogy itt lesz Berecki Leonardo is, aki a Medve Visszavadító Központnak a vezetője, és akkor lesz-e a filmvetítés mellett egy 2 órás beszélgetés arról, hogy igazából a Gyergyó vidékének és a Gyergyó gazdaságának, vagy akár a turizmusának milyen lényeges eleme lehetne a medve, vagy már az is. A 10 órától kezdődő program részletes leírása hamarosan megtalálható lesz a képernyőn látható internetes oldalon. Mindazok, akik rég vagy még soha nem jártak Esztenán, térjenek be jövő szombaton a múzeum udvarára, hogy a pásztori életbe betekintést nyerhessenek. A Gyergyói Hoki Klubot keddi ülésén hivatalosan is felvette a Román Jégkorong Szövetség azon egyesületek közé, akik a jégkorongsport keretében működnek, azaz nincs akadálya annak, hogy a GHK a hazai bajnokságokban csapatokat indítson.
Ezt követően arra is megkapták a szövetség engedélyét, hogy a felnőtt férfi jégkorong csapat elindulhasson nemzetközi szintéren, azaz Erste Ligában. Erre az engedélyre volt szükséges hazai szinten az Erste Ligában való részvételhez. Most már csak egy jóváhagyás kell ahhoz, hogy a 2018-2019-es idényben a gyergyószéknek Erste Ligás csapata legyen. Ezt a Magyar Jégkorong Szövetség az ígéretek szerint a napokban fogja kiadni. Jó előjel, hogy a liga jelenlegi tagjainak nagy többsége pozitívan szavazott a gyergyói hokiklub jelentkezéséről. Ugyanígy megkapta a támogató szavazatok nagy többségét a másik két új jelentkező, a budapesti Vasas és a debreceni Deac is. A Román Jégkorong Szövetség arról is határozott, hogy az Erste Ligában játszó csapatok egymással szembeni mérkőzései a romániai jégkorongbajnokságba is beszámítanak. Az Erste Ligás kluboknak továbbra is alkalmazkodniuk kell a romániai bajnoki és a Románia Kupa programjához is. A Magyar Táncművészek Szövetsége életműdíjjal tüntette ki Domokos Istvánt, a marosvásárhelyi Székely Állami Népi Együttes alapító tagját, koreográfusát, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Égi Gissa díjas táncművészét, néptáncgyűjtőjét, koreográfusát. A hivatásos táncegyütteseket tömörítő Magyar Táncművészek Szövetsége 12 esztendeje minden évben díjakat ad azoknak a tagjainak, néptáncosoknak, koreográfusoknak, zenészeknek, néptáncgyűjtőknek, akik tevékenységükkel kimagaslót alkottak. Idén első alkalommal két erdélyi művészt is díjaztak, mindketten a marosvásárhelyi Székely Állami Népi Együttes alapító tagjai voltak. Székely Dénes posztumusz díjban részesült, lánya Székely Melinda vette át a díjat a budapesti ünnepi eseményen. Domokos István koreográfus néptáncos néptáncgyűjtő díját Marosvásárhelyre hozták. Én nem számítottam soha az életbe ilyesmire, pláne ekkora díjra, és onnan, ahonnan jött. Tehát úgy érzem, hogy ez nem csak az enyém, ezzel nem csak engem tiszteltek meg, hanem akikkel dolgoztam egy életen át a tánckort. Akik, amit tanítottam nekik, a Székely Népi Együttesnek a mozgásművészetét, Erdélynek a mozgásművészetét, amit felgyűjtöttem, azt elvitték Vásárhelytől, Korontól, Amerikáig és a kínai falig. A hamarosan 90. életévét betöltő életműdíjas koreográfust arról kérdeztük, hogy mit üzen a mai fiatalságnak, hogyan közelítsék meg a néptáncokat, a hagyományőrzést. Onnan induljanak el a gyökerektől, hogy ne legyen megszakadás, és úgy építsik ki, ahogy ők, az ők ízlésük szerint, mert ez a generáció másképp lát, másképp képzel mindent. És ajánlom nekik, hogy menjenek vissza a gyökerektől, onnan építkezzenek a forráshoz. Onnan igyanak a forrásból. Köszönjük szépen! A díjat ünnepélyes keretek között Novák Ferenc Tata, a Nemzet Művészek Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas magyar koreográfus, rendező, etnográfus és a Magyar Táncművészek Szövetségének tiszteletbeli elnöke adta át. Hát gyere fel, Pista Tráva! Itt a kimerítő beszéd után már nehéz volt. Szabó Iván, nagyszerű szobrászművészünk, sajnos ő sincs már közöttünk, az attól híres a tánccal kapcsolatban, hogy mikor 1948 őszén az első Honvéd Együttes megalakult, ő mind a Muharai Együttesnek főiskolás, képzőművészeti főiskolás hallgatója, ő vállalta el a Honvéd Együttes, csinálta két évig, amíg meg nem bolondult a politika, de ő csinálta ezt a díjat, és boldogan adjuk át, meg akarom mutatni. Mutasd meg te. Táncos életkép, viseld egészséggel. A Maros Művész Együttes 2012-ben vált a Magyar Táncművészek Szövetségének tagjává, miután felfigyeltek az erdélyi népi kultúra ápolásáért és népszerűsítéséért végzett aktív tevékenységére,
mondta Barabási Attila Csaba igazgató. Az együttes azon kívül, hogy a különböző erdélyi vidékek táncaiból, népszokásaiból merít és előadásaiban autentikus népművészetet, népzenét és néptáncot visz közönség elé, a néptánc széleskörű népszerűsítését is felvállalta. Az ünnepi alkalomból az együttes előadta a tegnap a Gyimesekben jártam produkcióját. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ útjára indítja azt a kiállítás sorozatot, amely a kerekévfordulót ünneplő képzőművészek számára szervez, akik a 44 éve működő Szárhegyi Alkotótáborban részt vettek és alkottak. Elsőként június 8-án 18 órától nyílik meg Szakács Imre, szentendrei képzőművész 7x7 című ünnepi kiállítása. A festők városának kiemelkedő művészegyénisége, az Európai Művésztelepek Szövetségének aranypaletta díjas alelnöke idén ünnepli 70. születésnapját. A ProArt galériában szervezett kiállítás 7 nemzetközi alkotótáborban készült alkotások válogatása, melynek közös témája a szakralitás. A kiállítást Balázs József képzőművész méltatja. Újabb hét röpült el, és már is napvilágot látott az Újkelet júniusi első kiadása. A színes hetilapban ezúttal is sok érdekfeszítő hasznos írást, magazinos összeállítást, beszámolót olvashatnak, ráadásul a pályázó kedvűek is találnak folyamatosan nyereményakciókat, lapszemlén következik. Székelyföldi körútja keretében gyergyói fiatalok szeretetének örülhetett az Áruhás Mátyás király, számol be az Újkelet legfrissebb kiadása, amelyben felhívják a figyelmet az autóvezetés közbeni mobiltelefonozás veszélyeire is. Szent István erekéjének átvitelét búcsús szentmisével ünnepelték, egyházi és sporttevékenységeket támogat a Gyergyószentmiklósi önkormányzat, dolgoznak a munkagépek Gyergyó Újfalu és Vasláb között, és Remetén is beruházásra kerülhet sor, derül ki a színes hetilapból. A Hölgyválasz oldalon egykori szex szimbólumokról olvashatnak, és elárulják azt is, hogyan tudjuk megnyugtatni a háborgó gyomrunkat. A Salvator Alapítvány örömhangolósai lovasterápiás versenyen vettek részt, hamarosan új vízszolgáltató lesz Gyergyószentmiklóson. Még kitart a szöcskejárás a Gyergyói medencében, és kiderül, hogy 147 évvel ezelőtt volt először dokumentált szöcskejárás ezen a vidéken. Pénteken kezdődik a ditrói falunapok, amelynek részletes programkínálatát szintén megtalálják az Újkelet legfrissebb kiadásában. A felsoroltak mellett számos apró hirdetés, időjárás előrejelzés és horoszkóp várja mindazokat, akik továbbra is a színes hetilapot választják. Keresse és olvassa ön is az Újkeletet. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a viszontlátásra!